Az első szerbiai A-liga 14. egyben utolsó fordulójában a Becsei vízilabdázói saját medencéjükben kikaptak a belgrádi TAS csapatától 10-7 arányban. Negyedenként 1-0, 2-3, 4-1, 3-3. Nem vártam éppen ilyen rossz partit, de alacsonyabb helyezést igen, ugyanis már az elmúlt mérkőzés után tudtuk, hogy körülbelül hanyadik helyen állunk. Megpróbáltam az elmúlt héten felrázni a csapatot, hogy a végsőkig kitartsunk, és hogy győzelemmel zárjuk ezt a fordulót itt Óbecsén. De hát láthatták, hogy milyen nehezen ment ez a mérkőzés, és elmondhatom, hogy én még ennyire rossz mérkőzést nem is láttam, nemhogy még részt is vegyek benne. És a múlt heti győzelem után bármennyire is boldog voltam, és bármennyire is kaptam egy pici reményt arra, hogy higgyek a csapatomban. Sajnos ezen a mérkőzésen kiderült számomra, hogy nagyon meg kell gondolni, hogy mit és hogyan csinálunk majd jövőre. Bár a mérkőzést a Györgye Predin Bádzsa Sportközpont fedett medencéjében játszották, a házigazda ez alkalommal a belgrádi csapat volt. Az első negyedet a találatok gyenge realizálása jellemezte mindkét csapat részéről, hisz a közönségnek csak egy gólt volt alkalma látni. A félidő végéig még 5 találat érte a hálót, 2 a belgrádiak, 3 pedig az óbecseiek javára. Így a félidőt 3-3, azaz döntetlen eredménnyel zárták. Az óbecsei közönség reménykedett a győzelemben és az ünneplésben az utolsó fordulóban, de Marinkovic védelmének és Novčić egyedülálló akcióinak köszönhetően a TAS csapata elvitte a pontokat Belgrádba. A végeredmény 10-7 lett. A Becsei csapatának góllövő listájára feliratkozhatott Mészáros 1, Tomicevic 2 és Csávic 4 góllal. Az óbecsei csapat főnöke elégedetlen a végső helyezéssel, ezért csapatának egy kis szünetet ad, amiután megkezdődnek a felkészülések a következő szezonra teljes gőzzel, hogy a megvalósulatlan célt a következő szezonban biztosan elérjék. Már többször is hangsúlyoztam, hogy a klub célja a ligában maradás, de én ezzel nem tudok megelégedni, mert már tulajdonképpen az első két fordulóban mi megvalósítottuk ezt a célt. A bajnokság első részében elég rosszul játszottunk, de volt néhány momentum az egész bajnokság alatt, ami dicséretre méltó. Úgyhogy egyfelől elégedett vagyok, másfelől pedig nem vagyok elégedett, mert ugye az ember, aki elégedett, az nem törekszik a még jobb. Tehát én nem elégszem meg ennyivel. Jobbat, többet szeretnék. Jól meg kell gondolni, hogy jövőre hogyan tovább, mert a célok növekszenek. Tehát a tervek között szerepel a Szuperligába jutás? Most pihenünk egyet, 10-15 napot, és utána meglátjuk, hogyan tovább. A csapat felépítése ugyanez marad, viszont hogy ki jön, vagy ki megy el, ezt még nem lehet tudni. Amit biztosan tudok, az az, hogy jövőre egy lépéssel többet kell elérnünk.